Hát igen. Na, ezt nincs is vettem, ez egy kéz. Érdekes. És ezt tudjuk upgrade-tani. Igen, még ezt is lehet. De akarom nézni most igazából, hogy meddig tudunk kimenni a pályáig. Hol van az a réteg, amit már nem tudunk upgrade-tani. Igen, ez a rakéta amúgy elég furán működik. Sok esetben elég hoztalan. Mert beakad, mert nem rendesen lövi, nem mindig abba az irányba nyomja, amibe akarjuk, úgyhogy... Ez egy ilyen fura dolog. Na mindegy, ezt még lehet aprítani, lehet, hogy szerintem a következő réteget már nem. Na, talán sikerül. Szóval tényleg nem értem, hogy ez egy ilyen olcsó, kisköltségvetésű játék, nem túl nagy gépigénnyel, és hogy ez nagyon jól letudta, vagy meg tudta csinálni ezt, hogy szinte teljesen rombolható világ. És hogy ezt miért nem csinálják még mások? Szóval szerintem a Minecraftnak is ez volt az egyik legnagyobb sikere. Az építés is, de a rombolás is. Hogy teljesen interakcióba léphetsz az összes alkotóelemével a világnak. És ezt nem értem, hogy miért nem tűzik ki célul nagy készítők, meg nagy játékok. Jó, értem, hogy dobna a gépigényen, és mondjuk nem tudom, a grafika kárára menne. De úgy láthatjátok, ennek se túl szép a grafikája, és ezt el lehet fogadni ezért cserébe, hogy... ilyen a világ. Szerintem a következő réteg az már nem, hogy hívják olható. Ops. Na jó, elég lesz szerintem az értelmetlen pusztításból. De szépek ezek a lények, amik ezen a bolygón laknak. Úgyhogy tényleg egész jól megvan ez így csinálva. Persze azért nem vagyunk teljességében elengedve, szóval igazából a pályák nagy részén elég egyértelműen látszik, hogy merre kell menni, mi a rombolható és mi nem. De nem tudom, mégis ad egy olyan hangulatot nekem ez az egész, hogy olyan szabadabb hangulat. Szóval itt is elég erősen látszik, hogy erre kell tovább mennünk. Igen, és ilyen köveket is lehet gyűjtögetni, amiket most nem csináltam. De, mint említettem, most igazából nem is szeretnék ezekkel így szórakozni, hogy minden apróságot kigyűjtsek. Úgyhogy az elég rövid játékmenetet ezt eléggé meg tudja dobni. Hogy ezeket gyűjtögessük. Itt van a Big. És itt mindig kihagy a statisztikába, hogy mit gyűjtöttünk. Én egy követ szedtem össze a négyből, egy ilyen izét, zenét a kettőből. És 36-ot vágtam, és minimum 2-t kellett volna csak ehhez az egész pályának a végigviteléhez. Úgyhogy... igen, és itt kérje, hogy hányadik vagy a világrangsorban. A boldalt meg alul, vagy középen még ilyen adatokat. Na, hát igen, menjünk a következő pályára. Igazából nem sok az egész áll, 5-10 ilyen hosszúságú, vagy nem sokkal hosszabb pályából. Szóval tényleg, nem tudom, pár óra alatt, egy délután alatt kivihető játék, szóval picit hosszabb talán, mint a Portál 1. Nem sokkal. Most ez is szóba került, lehet, hogy Portál 1-et is be kéne, hogy végig kéne vinnem. Azt mondom, hogy nagyon szeretem a Portál sorozatot, jó párszor végigvittem az egyet. Úgyhogy, voilà, itt is vagyunk. Igazából ez is még egy ilyen előre tolt tutorial volt, most kezdődik a játék. Konkrétan igazából már most megláthattuk a sztori egészét, hogy miről fog szólni. Hogy a Big az így cseszekszik velünk, és mi követjük, hogy visszaszedjük a katyát.
igen. Szóval itt tényleg majdnem minden, még a padló, igen, még a padló is így rombolható itt. Akár. Még a fal, talán még a kapu, nem a kapu, az nem. Ez a fal, ez igen. Jó, érdekes, amikor ott begyorsult a vágás. Igen, ez valami bug, ilyet eddig nem csinált, szóval. És nem tudom, hogy nagyon gyorsan vág. Fognak valamit kiügyeskedni, hogy ezt ne lesen. Igen. Na most már mit halasulna. Na jó, hagyjuk. Elég volt a fölösleges rombolásból. Elég sok, ahogy néztem, először vittem, elég sok ilyen, hopsz, ilyen rejtett cucc van, szóval ilyen rejtett szoba, meg ilyenek. Amiket Steam-es acsiért meg lehet látogatni. Igen, elég erősek vagyunk azért így ezeket a aprók darabokat így simán tologatjuk el. Hát igen, ne keresen senki mély történetet, meg túl nagy logikát a játékban. Mert az nem valószínű, hogy találni fog. Hát. Csak sajnos nem igazán tudok túl sokat beszélni erről a játékra, most már is kéne menni. Még fel. Ja, még fel. Csak szól, hogy így ide kéne dönteni. De ezzel most így nem igazán lettem sem vagy jobb, vagy több, ezért. Talán. Igen, és itt végig vannak ilyen képek, amit majd a hát a végén egybe is elmutogat. Ezek ilyen ősi ábrázolások a gatyáról és erről a fura fekete hódokról. Feladatok legtöbbször elég egyértelműek, úgyhogy mit kell. Szóval, hogy mikor kell tolni, húzni, vágni. Persze, ugye a játék... hívjákjából... játék mechanikájából kifolyólag vannak olyan esetek, amikor esetleg sokkal nehezebben, de más módon is meg lehet oldani. Mint ahogy a készítők gondolták. Mert hát ugye, ez nem egy olyan játék, amit nem tudom, több ezer ember tesztelt és sok millió dollárból készült. Hanem viszonylag kisfejlesztő csapattal, olcsó költségvetésből készült, ezáltal még lehetnek benne bágok, pláne ugye, hogy ilyen világgal dolgozik, ami teljesen szabad, nyitott. Ilyen esetekben mindig nagy valószínűséggel fennállnak a bágok lehetőségei. Igen, ezekről a termekről beszéltem, ezek mindig olyan termek, ahol nem kötelező bejönni. Bejöhet.